Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, érdemes lesz ezúttal is minket választani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Tartsanak velünk! Öreghegyen jártunk, ahol egy nem mindennapi udvar található. Szőlősiné Irén közel 1200 különleges és hagyományos növény büszke tulajdonosa. A következő percekben ezt a gyűjteményt mutatjuk be önöknek. Ebben az öreghegyi kertben több hagyományos, különleges, sőt ritkaságnak számító növényt nevelget Szőlősiné Irén. A székesfehérvári hölgy szenvedélye még gyerekkorában kezdődött, azóta több mint 1000 virág tulajdonosa. Repertoárban fák és bokrok is megtalálhatók. Kimerem jelenteni, hogy a leggazdagabb botanikus kerttel te rendelkezel itt Székesfehérváron. Honnan és mikor indult ez a szenvedély? Igazából édesanyámtól örököltem. Édesanyám nagyon szerette a virágokat. Ő, hát most már 108 éves lenne, ha élne. Annak idején kuriózum számba ment, hogy ő rendelte a tulipánhagyvákat, volt vagy 70 virág, neki 70 féle tulipán, és innen indult a nagyon nagy virág szeretetem, és én folytattam édesanyámnak a szeretetét, virág szeretetét. Tulipánnal pont nem találkoztunk, de minden más egyébben igen. Hány virágot gyűjtöttél össze az évek során, hány virágot nevelsz? Körülbelül 1200 cserép virágom van, hát az nem azt jelenti, hogy mind másfajta, mert van, amelyikből több van, vagy egy-egy fajta növényből van többféle, de olyan, az 1200-ból olyan 750-800 féle növényem van, mindenféle egzotikus és trópusi növény világ minden részéről. Beszéljünk egy kicsit akkor erről, ezt fejtsük ki, hogy honnan jöttek ezek a növények, és miért pont ezeket választottad, amiket választottál, mik a kedvencek? Hát kedvencem az elég sok van sokáig, igazából minden növény a kedvencem, szóval van egy-két kiemelt, de minden növényt szeretek. Szeretek utazni, és utazásaim során láttam, hogy na rengeteg különleges növény van, és egyet-egyet hoztam, vagy egy-egy magot, hát ugyan nem nagyon szabad, de azért egyet-egyet az ember mindig megkísérel, és ez egy külön öröm volt, amikor én vetettem el ezt a magot, ezt a klímát szokta, ezt a földet szokta, és sokkal jobban átállt a mi éghajlatunkra, mintha trópusról növényt hoztam volna. És az öröm volt, amikor láttam, hogy abból a kis magból mi serken, és nálam nő nagyra. Tehát innen indult igazából, és akkor jaj, még ez is teszik. Az interneten is ugye látott az ember nagyon sok mindent, és elkezdtem aztán gyűjtögetni, hogy na még ennek is van egy testvér, ebből a családban van még egy fajta, úgyhogy így aztán folyamatosan mániákussá váltam. Honnan érkeztek növények? Mondtad, hogy a világ minden tájáról, de mégis azért honnan jöttek? Marokkótól, Dubajtól, Azori-szigetek, Kanári-szigetek, Madéra-szigete, Jordánia, Kanada, Etiópia, hozattattam Brazíliából magokat, Ekvádorból, tehát nagyon-nagyon sok felől magokat az interneten is rendelem, és úgy szaporítom, vagy én is utazom és hozok, tehát nagyon a világ minden részéről. Sri Lankáról is kaptam növényt. Egy-két különlegességet, érdekességet kiemelnél? Hát majd meg fogom mutatni, most a legújabb egy fenyőfám, ami japán ernyőfenyő, egy kis hosszú szára van, és utána, amikor az ernyő kinyílik, olyan a felső része, és egyébként mindenki pozsgás növénynek hiszi, és a Természetvédelmi Világszövetségnek a vörös listáján van, ami azt jelenti, hogy kihaló félve lévő, és ilyenkor megbíznak egy-egy ismert, világszerte ismert nagyobb kertészetet, aki kizárólagosan szaporíthatja, és úgy kerül aztán kereskedelmi forgalomba, ezzel is hozzájárulva ezzel a pénzzel, amit megveszük, hogy tudják szaporítani, hogy ne halljon ki a növény. Tehát most pillanatnyilag az a legkedvesebb növényem, de aztán van ausztrál páfrányfám, ami hát nem tudom, mikor lesz fa, de az az egyetlen a páfrányok közül, amelyeknek törzse van, de gyönyörű nagy cikász pálmában, pálmán van, vagy 15-16 féle legalább.
aztán a bougainvillék csodálatosan szépek, az is van sokféle színben, meg hát sorolhatnám sorba, mert nagyon sok kedvenc van, nagyon sok igazából. Vagy amit talán látszik is éppen majd, az agave attenőt egy nagyon különleges formájú szép virág, és az elsősorban a levelével díszít, nem minden növény a virágjával díszít, hanem a levelével díszít. És még az az érdekesség, hogy sok ismerősöm, amikor mondom, hogy jaj, olyan különleges növényem van, és igazából nagyon sokan azt hiszik, hogy a különleges növény az mindig szép is, pedig nem, mert általában a különlegesek néha olyan csúnyák, olyan kis göcsörtösek sem, és annyira ritkák különlegesek. Mennyi időt töltesz ezeknek a növényeknek a gondozásával? Mert van belőle azért jó pár, gondolom foglalkozni is kell velük. Hát máshogy nem lenne ilyen, amilyen. A locsolás naponta az legalább 2 óra hossza. Sőt, van, amikor aztán 3 óra hosszáig is tart, mert nem csak locsolok, hanem locsolás közben egy száraz levelet leszedek, vagy éppen levágok egy ágat, vagy megkötözöm. Tehát hát a tavasz akkor az borzasztó sok, mert tavasszal bent van az üvegházban, és az összeset ki kell hordanom. És az nem úgy van, hogy egyszerre hozom ki, mert van, amelyiket már áprilisban kihozhatok, van, amelyiket csak június elején, tehát fokozatosan hozom, hozzá kell szoktatni a naphoz, a levegőhöz, mert hirtelen kimegyünk a napra, mi is megégünk. A növény ugyanúgy megég. Tehát először a fa alá kell árnyékba raknom, hogy szokja a levegőt, utána tudom további, akkor megint hozok egy adagot, megint tovább. De mivel az üvegházam kötve van, tehát megvan a nagysága, így nem rakhatom nagy cserébe, holott igényelne sok növény, hogy nagyobb cserébe legyen, de a nagy hely miatt nem tudom. Éppen ezért minden tavasszal egy 5-6-700 cserép növényt át kell ültetnem, mert elhasználja azt a kis földet, és azt át kell ültetnem, hogy friss földje legyen. Úgyhogy nem unatkozom. Említetted a locsolást. Mennyi víz fogy ezekre a növényekre? Hát ilyen nagy melegben közel 200 liter fogy naponta, ha nincs olyan nagy meleg, akkor 150 liter fogy, de sok növényem van, amit este is meglocsolok, és még délelőtt is ki kell jönni, délelőtt is adni egy adag vizet, mert ezt a nagy meleg nehezen viselik a növények is, ugyanúgy, mint ahogy mi. Igaz-e az a legenda, hogy ha zenét játszunk a növényeknek, vagy beszélünk hozzájuk, akkor szebbek, szebb virágokat adnak, és gyorsabban nőnek? Igazából én is hallottam ilyet, de az az igaz, hogy én is beszélgetek a növényeimmel, nagyon sokszor beszélek velük, sőt, ha haragszom rájuk, megfenyegetem, ha nem hozod a virágot, akkor kivágnak innen, úgyhogy biztos, hogy beszélek hozzájuk nagyon sokat. De gondolom, még egyet sem vágták nem, ki. Nem, a szívem megszakadna egyébként, nem, sose. Vannak-e tervek, vannak olyan növények, amit még mindenképpen beszeretnél szerezni, illetve folytatod ezt a gyűjtést? Hát természetesen mindig van az embernek újabb, mert mindig látunk. Utazás meg a tévében is lát az ember, az interneten meg nagyon sok mindent lát az ember, vagy botanikus kertekben lát az ember is, és ami úgy tudom, hogy megmarad nálunk, mert nem marad meg minden, meg amit az üvegházba télen el tudok tenni, ugye az sem mindegy, vagy hogy milyen gyorsan nő, mert ha nagyon hirtelen nő, akkor azzal nem tudok mit kezdeni, ugyanúgy, mint sokan kérdezik a banánt, ugye van többféle banánom is, hogy terem is? Hát az igazi banán, amit annak hívunk, ami a boltba is kapható, az megnő ma 5 méterre, hát azt én nem tudom tartani, mert nincs akkor az üvegházam. Kisebb banánok vannak, ami szintén terméshoz van, amelyik ehetés, de azok csak olyan 8-10 centis kis banánok, vagy a télálló banán is. Tehát vannak ilyenek, amik korlátozva vannak, amik nekem nem lehetnek. De van egy-két növény még, amit úgy szeretnék igazából. Mik ezek? Jaj, például a pálmák közül van olyan, hogy korsópálma, vagy orsópálma, szabályosan ilyen teljesen, mint egy korsó, ilyen nap, és úgy jön fel, azt nem sikerült. Sik magot vettem már, és nem kelt ki, de azt még fel kell hajtanom, azt még nagyon szeretnék, korsópáfrány például, azt kimondottan. Tehát aztán van még egyéb is, bougainvillé közül is van még olyan szín, ami nekem nincs, jó lehet, van vagy 10 fajta színem, de van még olyan, ami nincs, meg hát amit látok igazából is, és nincs olyan. Mi lesz, hogyha kinövitek az üvegházat? Én azt szoktam mondani, hogy azért van a metszióló, hogy használjuk. Amikor nagyon nagyra nő egy növényem, és úgy látom, hogy az már sok, akkor megmetszem. Tehát nem hagyom, pont ez van, nem hagyom, mert tudom, hogy meddig lehet, meddig érhetek vele. Tehát visszametszem, és nem nő akkorára. Ezzel oldom meg a
nagyságát, vagy a helyet, hogy igazából meddig érhetek, hogy mekkora az üvegház. De hát télen a lakásban is teli voltam, mert lépcsőfordulótól kezdve minden az egzok teli van virággal, mert be kell vinnem. De nagyon sok növényem kint maradt télen. Például mutatom majd a pálmafa, pálma kint maradnak, a banán kint marad, gránátalma kint marad, kínai sejemét, azok a télen be kell takarnom, speciális takarást csinálok nekik. És nagyon sok helyen elfagyott a banán, meg rengeteg növény a télen, mert azért az elég hideg volt. És nekem megmaradt a pálmám, nem fagyott, egy-két kis levél fagyás volt a szélén, de gyönyörűen megmaradt, viszont a banánom elfagyott, bármilyen takarás volt, az elfagyott, mert ugye annak laza a szára, az levelekből tevődik össze, és az nem bírta ki a telet. Hát van ilyen, vagy egy csodaszép perzsa imafüzérfám volt, ami már 4 méter magas volt, és már évek óta nem takartam, és az elfagyott a télen. Az gyönyörű, ekkora lila fürdbe van a virág rajta, amikor kinyílik, a közepe fehér, sárga cirom van benne, és amikor elnyílik, teli van sárga bogyóval. Azért is hívják imafüzérfának, mert az nagyon kemények azok a kis bogyók, és valamikor ugye nálunk van a rózsafüzér, az arabok meg ezt a kis golyót, ezt fűzték össze olvasónak. És sajnálom, mert már olyan nagy volt, és nem is gondoltam, és elfagyott. Sajnos ilyen veszteség is van mindig. Szerintem nagyon sokan pont emiatt nem mernek belevágni ezekbe a mediterrán növénytartásokba, hogy nehogy valami baja legyen. De úgy hallom, hogy pedig ez nálunk is működhet, és ha odafigyel rá kellőképpen az ember, akkor meg is maradnak ezek a növények. Hát valójában megmaradnak, de tényleg odafigyelést igényelnek, és igazából szaktudást. Most én abszolút laikus vagyok ebben, teljesen laikus ebben a virág. Termelésbe, tenyésztermelésbe foglalkozom hobbiból, teljesen hobbiból bele, de rengeteg, vagy 70 darab szakkönyvem van, mindenféle könyvet megveszek, és addig, vagy például megvan, a gyerekeimtől kaptam tavaly karácsonyra a világ legnagyobb kertészeti enciklopédiát, ami a két kötet 6,5 kiló, és körülbelül 25 ezer színes kép van a világ minden részéről, növények, és a növényekhez leírás van. És amikor nekem van egy-egy új növényem, akkor azt elkezdem lapozni, és ha van szerencsém, akkor megtalálom hamar, ha nincs, ha például éppen a virágot fényképezték, és az enyémben nincs, akkor bizony tovább lapozok, vagy ha fordítva, de megtalálom, addig járok utána, és akkor ha már megvan, akkor megnézem magyar, hát sokszor Magyarországon, magyar netes oldalakon nem nagyon találok, hanem beindítja az ember fordító programot, aztán megnézem, hogy mit igényel, milyen igényei vannak a növényeknek, és akkor úgy kezelem aztán a továbbiakban. Tehát semmiképpen nem adod fel, addig kutatsz, ameddig meg nem találod, amit szeretnél. Van előtted egy kék füzet, Mit kell tudni erről a füzetről? Hát ez azért regiszteres füzetem minden növényemről, minden létező növényemről, a magyar név, a latin név, mert a latin néven, bár beütöm az interneten, latin néven az egész világban ugyanígy hívják. Aztán, ha különleges igénye van, akkor egy-két megjegyzést írok még mellé. Itt minden növény benne van, tehát én nekem olyan nincs, hogy nem tudom. Tehát mind bármikor, mind végig magyar név, latin név és egy-két jellegzetes hozzáírás. Foglalkozol egyébként a különleges növényeken kívül hagyományos, teljesen bármelyik kertben megtalálható növényekkel is? Gondolok itt például zöldségekre, gyümölcsökre, bármire. Hát természetes, hogy van azért konyhakert, azért egy családi háznál általában konyha, minden, ugyanúgy zöldség, sárgarépa, uborka, minden van, de van muskátlitól kezdve különböző kerti virágok is, hát az is hozzátartozik, bár az kevésbé, mint a többiek, de természetesen minden van az is. Minden szeretsz, ami zöld, aminek szára, gyökere van. Igen. Hát eredetileg is én kertes házban nőttem föl, nem városi lány vagyok, és hozzászoktunk már gyerekkoromban, hogy sokat kell dolgozni, a növényel foglalkozni kell, aztán kicsik voltunk, menjetek a retket, gazoljátok, vagy csináljatok valamit. Tehát hozzá voltunk szokva, megtanultuk, és ezt hozta magával az ember, akkor az nem újdonság, az egy természetes dolog aztán. Ez nem volt nehéz. A gyerekekben is megvan ez a szenvedély? Hát nem annyira. Van 3 lányom, 3 lányunokám.
Mindegyiknek van a lakásában 10-20 cserépvirág, de szóval nem ilyen szenvedéllyel foglalkoznak vele, mint én. A középső unokám azt talán az jobban szereti a növényeket, mint az összes többi, de hát mivel egyetemista azért annyira nem tud foglalkozni vele ő sem, de ő egy kicsivel többet, mint a többiek. Igen. De hogy mindebben mi a jó? Maga a növény szeretete, a bíbelődés vele, látni, hogy hogy kell ki, mivé lesz, aztán amikor kinyílik, abban gyönyörködik az ember. És ezt merem ajánlani másnak is, például amikor beteg voltam, mert sajnos komoly betegségem volt daganat. És a kemoterápiáról, amikor hazajöttem, én a virágok közé mentem, én minden búmat, bámat elfelejtettem, és a betegség eszembe se jutott, tehát ez arra is nagyon jó. Abba Novák Vilmos festménykiállítása még október 29-éig látható a Csók István képtárba, a tárlatra pedig mi is ellátogattunk. Epikus jelleg, frappáns témaválasztás, kivételes karakterformáló képesség és virtuóz festőiség, ez jellemzi Abba Novák Vilmos festészetét. A székesfehérvári Csók István képtárban reprezentatív kiállításon ismerhetik meg a látogatók a művész életművét. Számos magán- és közgyűjteményből, köztük a Nemzeti Galériából, Pécsről, Szegedről, Hódmezővásárhelyről és Debrecenből is érkeztek képek. Abba Novák Vilmos rengeteg szállal kötődik Székesfehérvárhoz, több alkotása látható a város épületeinek falain. Egyrészt ugye itt van a Francia-Magyar Kapcsolatok című pannója, ami hát ugye nem olyan régóta, 2001 óta látható Fehérváron, illetve hát ugye ott van a Nemzeti Emlékhegynél, a Romkertnél van egy nagyszabású szekkója, és hát a polgármesteri hivatalban is van egy nagyszerű, be nem fejezett munkája, ami az 1938-as országgyűlésre készült. A kiállítóhely földszintjén a családról, népéletből merített jelenetekről, cirkuszról láthat életképeket és tájképeket a nagy közönség. Az emeleten a művész olaszországi tartózkodása idején festett művei, korai tájképei, összesen mintegy 30 festmény és a Magyar-Francia Történelmi Kapcsolatok című pannó csodálható meg. Abba Novák Vilmos művészetében fontosak a helyszínek, így Zugliget, ahol főleg népies hatások érték, vagy a Nagybányához közeli Felsőbánya, ahol ragyogó színű, meghitt, nyugodt tájképei készültek. A legfontosabb hatás azonban Itália. Ritkán lehet látni Abba Novák Vilmosnak az itáliai tájat megörökítő tájképeit. Ugye ösztöndíjjal tartózkodott Rómában, 1929-től kezdődően 14 hónapon keresztül, és ez abszolút nagy hatással volt az egész korábbi festészetét megújította, mint témájában természetesen, de technikájában is. A Színek és színek megint kiállítás október 29-éig látható. Csütörtökönként ingyenes szakmai tárlatvezetéseket tartanak. Legközelebb augusztus 17-én Inzinger Katalin művészettörténész, a kiállítás kurátora kalauzolja el a látogatókat. Nem maradhatnak el az életmódtanácsok sem, a heti fitben ezúttal azzal foglalkozunk, hogy mire kell odafigyelni, hogyha kánikulában állnánk neki edzeni.
A napok óta tartó kánikula szervezetünket is megviseli. A heti feedben ezen a héten azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet edzeni ebben a hőségben, mire érdemes figyelni. Ádám, mire figyeljünk? Hát ugye nagyon fontos, hogy a szervezetünk, egyébként maga a test, az egy szinte tökéletes kis konstrukció, viszont vannak azért ennek is határai, és pont ez az, amikor mondjuk úgymond túlmelegedhet a rendszer. Ehhez segít az, hogy mondjuk ott kint nagyon meleg van, hőség van, és akkor, hogyha mi még edzünk, ugye ez azért ez hőt fog termelni, gyakorlatilag elég veszélyes szituációba kerülhetünk, hiszen túlhevülünk. Ezt jó lenne megakadályozni, és a legegyszerűbb az lenne, hogyha mindenki úgymond egy picit okosabban edzene, és olyan időpontokat választana meg, amikor még nincs olyan meleg, akár most egy reggeli időben, vagy egy késő délután, esti időben esetleg. Ez ideális, ezt tudjuk, hogy nem sok mindenkinek sikerül, de aki tehető, ez mindenképpen alakítsa úgy, hogy a kinti hőmérséklet még ne legyen túl magas, és akkor ugye meg tudja előzni ezt a történetet. A másik az, hogy ha mondjuk edzőterembe jár, ott nagy valószínűséggel egy klimatizált helyen van, ahol segíteni fog hát a belső hőmérséklet, hogy ugye jó irányba kerüljünk. Viszont arra figyelni kell, hogy mondjuk egy 36 fok van kint, bejövök, itt van egy 22-23, vagy e körüli hőfok, azért az is egy megterhelés lesz, hogyha én itt egy nagyon komoly edzést lenyomok, és utána pedig szépen kisétálok, akkor úgy meg fogja vágni az embert a hőség, és ez is ugyanolyan veszélyes lehet. Itt az lenne a cél, hogyha tényleg ilyen melegek vannak, és az amúgy úgymond a túlélésre játszik amúgy is az ember, akkor az edzőterembe se akarjon most itt nagy súlyokat és csúcsokat dönteni, és nem hiszem, hogy a nagyon intenzív edzéseket most kell csinálni. Sokkal inkább ideje van talán egy picit átgondoltabb agyizom kapcsolatot kialakítandó, vagy ilyen célzatú edzéseket végezni, ami egy kicsit koncentráltabb, nem feltétlenül annyira nagy intenzitás abban az értelemben, amikor ugye a nagy súlyokat használunk, de ezzel egyébként már jól lehet, úgymond ki lehet védeni. A folyadékbevitelről már sokszor beszélgettünk, illetve a megfelelő táplálkozásról, de azt hiszem, hogy ebben az időszakban ennek különös jelentősége van. Persze, természetesen ugye a szervezetünk izzadni fog, rengeteg mindent veszítünk, úgyhogy ez mindenképpen jó, hogyha pótoljuk. Nagyon szeretem a vizet, és jó dolog a víz, viszont lehet, hogy itt már egy picit többre szükség van, és akár egy jobb minőségű izotóniás ital, ami nem feltétlenül ez a nagy cukorbomba, azt is érdemes lehet bevetni. Itt fontos az, hogy mondjuk ha konditermi edzésről beszélünk, akkor nagyon túl sok cukrot ne fogyasszunk edzés közben, és a többi, és a többi. Szóval, hogy vigyázzunk azért, hogy mit iszunk, de mindenképpen ez már igényelhet egy kicsit másabb megközelítést. Természetesen tartsuk mondjuk azt, hogy egy 20 kg-onként 1 liter folyadékot fogyasszunk el, vagy akár még többet, hiszen mondjuk egy kemény edzés alatt akár itt liter számok is elmehetnek izzadásban. Talán a táplálkozásban pedig itt az ideje a könnyű salátáknak. Igen, alapvetően azt gondolom, hogy mindenkinek figyelni kell arra, hogy úgymond egy kicsit úgy évszakokat is figyelembe véve táplálkozunk, és az egy nagyon jó irányzat lehet, hogyha igyekszünk azokat enni, ami ilyenkor a környezetünkben olyan jól megtalálható. Nem feltétlenül biztos, hogy egy pacal pörkölt most a legjobb választás, hanem ahogy te is mondtad, salátákat, egyszerűbb, könnyebb ételeket fogyasztani. Egyébként miért ne együnk dinnyét is? Én nem fogom azt mondani, hogy úristen, mert hát a cukor is, hogy ne, együnk nyugodtan, persze, hogyha ez egy frissítő történet, ha ott jobban érezzük magunkat, akkor mindenképpen fogyasszunk nyugodtan. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten a megszokott időpontban újra találkozunk majd. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!